Terek. Majoros Áron kiállítása a Faur Zsófi galériában. Majoros Áron Zsolt az alkotó, a plasztika és a néző relációi szerint változó, mégis a szobor által meghatározott téri viszonylatokat alakít ki műveivel. Alkotásain elsősorban a szeletekkel, a virtuális világ irányában megnyitott személyes tér egyben lehetőséget is kínál a valós térből, illetve a valódi testünkből való menekülésre is. Ha viszont ezt a menekülést számításba vesszük, akkor az azt előfeltételezi, hogy kell lennie valaminek, nevezhetjük léleknek vagy szellemnek, ami ki akar, vagy ki tud onnan szabadulni. Majoros arszpoétikája szerint a testet és a testhiányt megformálva, az emberi alak autentikus megjelenítési lehetőségeit kutatva, valójában ezt a szellemi, lelki tartalmat keresi. Írja dr. Seyfer Judit művészettörténész Áron művészetéről. Majoros Áron Zsolt szobrainak emlékeinkben való rögzítéséhez elég egyetlen szót ismételgetnünk, az emberi testformáihoz adaptált lélek suhanásának is rejtett tereket képző, vékony lemez megnevezését. Lamella, lamella, lamella. A művész körbevezetett minket a kiállításon, hogyha már bennünk van ez szó rezgése, akkor mi az, amit ő tud nekünk hozzátenni. Ez a kiállítás végül is egy 5 éves anyagot foglal össze, tehát egy 5 év anyagából egy válogatás. De hát ez természetesen ez egy evolúciója a szobrászatomnak, és már az egyetemi munkáimból indulnak ki azok az ötletek, meg koncepciók, amiket fejlesztettem idáig. Hát leginkább, ami érdekel alapvetően a szobrászatban, az a figuralitás, és végülis a szobrászatomat úgy definiálom, hogy az archaikus szobrászatot, az archaikus szobrászati formák és elemeket illesztem össze, vagy hidat képezek a mai nap divatos léjerekkel építkező téri képi szemlélettel, és ez ennek az eredménye. Ez a fontos számomra az, hogy ne csak egy zárt testet ábrázoljak a szobrászatommal, hanem próbáljam meg megnyitni ezt a felületet. És különböző úton indultam el. Első körben volt az, hogy ez már megint az egyetemi időszakból indult, hogy ne a testiség legyen az előtérben, hanem inkább a szellemet próbálja meg a lelkiséget megfogalmazni. És a diplomamunkám ebből egy nagyon fontos állomás volt, mert ott végül is a saját lelkemnek a szobrát próbáltam megvalósítani. És azt úgy hoztam létre, hogy egy farönkbe belefaragtam a saját testemnek a negatívját. Ez egy ilyen keresői attitűd, hogy kérdéseket tesz fel ugye ebbe a korba az ember magáról, a világról, a viszonyairól. De viszont ezt a több mint fél éves munkát, ezt utána összezártam, tehát ezt a farönköt, amiben belefaragtam magamat, azt összezártam, és elzártam a külvilágtól. Tehát ez egy nagyon intim munka lett ezáltal. És rájöttem ennek a hátrányaira, hogy lehet, hogy én magamról elmondok valamit, de hogyha ezt nem tudom a látogatónak vagy az érdeklődőnek átadni, akkor ez egy ilyen fura paradox helyzetet teremt. És akkor rájöttem, hogy csak a lélekkel a foglalkozok, vagy csak a léleknek a megvalósítására törekszem, akkor az nem feltétlen lesz egy egységes emberábrázolás, amit igazából szerettem volna. És akkor engem ebből a helyzetből leginkább az foglalkoztatott, hogy az ember valóját próbálja megfogalmazni, megmutatni. És akkor úgy jutottam el arra, hogy el kell vennem a figyelmet az emberi felületről, tehát az embert befoglaló bulokról, el kell vennem a figyelmet a belső értékekre. És akkor ezt úgy próbáltam meg megvalósítani, hogy megnyitottam egy a formát, és ezáltal egy transzparens jelleget kapott maga a munka. És ezzel a transzparens jelleggel számos társítást is tud eredményezni, van egy nagyon erős vizuális formalitása is, és mellette meg ezzel a nyitottságával könnyedebbé teszi az egész munkát. Van egy koncepció erre, hogy ha az emberi valós hármasságot veszem alapul a test, lélek, szellem rendszerében, akkor, és ha csak a testtel ábrázolok, akkor ugye elnyomom a hangsúlyt a test irányába,
Viszont ezt a hármas egységet veszem, és mindegyiknek egyharmad arányt adok a plasztikán belül, akkor talán kijön egy olyan egységes megfogalmazási mód, ami számomra már optimális. És ezt úgy értem el, hogy a plasztikai értéket, tehát hogy a lemezt, a távtartó levegőt is egy adott tömegnek definiálom, és ezek a szobrok belül mind üregesek, tehát hészszerűen építkezik föl, egy gyűrűkből, és az a tömeget is ki tudtam belőle így nyerni, és így ki tudott alakulni egy olyan arány, ami ezt a harmadolást elősegíti. És akkor persze ezek mindig épülnek egymásból, tehát az első ilyen szeletekből indított munkáim azok mindig egy ilyen természeti megfigyelés, vagy egy természeti tárgynak a struktúrájából ered, mint például egy kagylóforma, és azoknak a rétegeiből indulva ki, vagy akár egy farönknek, vagy az évgyűrűknek a rétegződése. Tehát ilyen vizuális hatások mindig értek, amire felfigyeltem, és azokat ültettem át aztán a figurára. Nem szeretem, hogyha a személyes ábrázolások vannak rajta. Tehát a karakterjegyeket minél inkább elpróbálom, tehát visszapróbálom fogni a karakterjegyeket. Igazából csak annyit szeretek megmutatni, hogy egy életkort, egy nemiséget, tehát hogy férfi vagy nőt látunk, és igazából ennyi. Tehát, hogy nem akarom túltölteni az adott külső megjelenését a szobornak. Tehát alapvetően lett egy evolúció ennek a rendszeremnek, és mindegyikben egy picit tudtam fejlődni, meg mindegyik egy kicsit szofisztikáltabb lett, professzionálisabban megoldott. Tehát ez egy hosszú, most már lassan 8-10 éves utamnak az eredménye. Ez viszont egy tavaly nyáron készült művésztelepes munka. Nagy hatással volt rám a maga a művésztelepen lévő, tehát ez egy acélgyárban történik, vagy acélgyárban van megrendezve ez a szimpózium. És ott én 40 mm-es acéllemezekkel találkoztam, amit alapvetően az ember nem nagyon, vagy szobrász nem nagyon tud egy vastelepen se találkozni, egy 40 mm vastag acéllappal, vagy acéllemezzel, ráadásul 6 méterszer 150-es, vagy 1500-asba. És ott jött az ötlet az, hogy megpróbálnék egyetlen egy szeletet kiragadni az emberből, ami ugye végigfut az egész testünkön, és azt megmunkálni. És ott is ugye ez a redukálás megvan benne, hogy az emberi test az egy jelszerű formává válik, és itt is kérdéses a tömeg és tehát a tömegviszonya nagyon érdekes, akkor nagyon ezek a fragmentálások számomra nagyon izgalmasak, hogy van benne egy absztrakt forma kijön. De hát szakmailag meg technikailag egy elképesztően nagy vállalás, mert tehát teljesen ilyen kézi, manuális szerszámokkal, tehát sarokcsiszolóval, meg egyenes marókkal alakítottam ki ezeket a formákat, ami az két hét köszörülést jelent. Alapvetően nagyobb százalékkal dolgozok női testekkel, de ezen a kiállításon mondjuk ez a portré szobor, aminek Büszta címe, ő ugye itt az egyetlen férfi jellegű alkotás. Számomra nem feltétlen fontos az, hogy most ez női vagy férfi a téma. Igazából mindig az adott témához vagy sztorihoz választom a nemiségét vagy a nemét a szobornak. És alapvetően valahogy mindig a nők itt előtérbe kerülnek. Talán azért is egy oldalról, mert ennek a technikának a hatása és az anyag és a rusztikussága az annyira erőteljes és igazából nagyon ilyen tömör, durva, hogy azt érzem, hogy ezt a férfi mellé rakom, akkor nagyon elviszem egy irányba a szobrot, amit nem feltétlen szeretnék. De viszont egy női testen mutatom ezt meg, akkor a női testnek az arányrendszere, az érzékenysége egy olyan kettősséget tud adni a szobornak, ami erősíti ezt. Úgyhogy lehet, hogy ez az egyik oka. Meg hát ugye a téma az mindegyiknél fontos, hogy abban a pózban most nem mindegy, hogy egy nő áll, vagy egy férfi áll természetesen, tehát ez is egy része. Tehát vannak itt reflektív szobrok, amik egy adott alkotásra reflektálnak, és annak is az alap kiinduló pontja egy női alak volt, például a Korlát című szobornál, ott egy Borsos Miklós Alvólány című szoborra reflektáltam. Akkor van olyan, ami ez a földi és a női szerepkört idézi meg, például ez a Koncentráció című szobromnál, tehát ott is ez az anyaság, a földiség és ezek az alap elemekhez való viszony, ezt abszolút itt is egy női testbe tudom csak elképzelni.
Még az érdekessége, hogy amikor tehát alapvetően élő modell után dolgozom, és technikailag ez úgy néz ki, hogy az élő modell után megfaragok egy hungarocell mintát, és azt szeletelem föl cekázdróttal, és azokat illesztem rá acéllemezre, amit kézi plazmavágóval kivágok, és utána egy távtartó segítségével összehegeztem. Tehát ez egy jó hosszas munkafolyamat, és ugye utána meg egy felületkezelést kap, és akkor már kiállítás kész. És ennél a szobornál például problémásnak éreztem azt, hogy mindig, amikor tehát ott nagyon látványos ez a technika, ahol nagyon gazdag a formalitás egy adott részig. De miután elkezd már záródni a forma, ott egy absztrakció alakul ki, és nagyon el tudja a felületét egyszerűsíteni. És ez mindig egy ilyen veszélyes pontja a szobornak, mert az egy kicsit ilyen furább hatású, de itt nagyon izgalmas, hogy például a felső elem, ami pont ez a nőiségről szól, meg az anyaságról, az a felső eleme pont egy almához hasonlatos formát ad ki. Ami számomra meg különösen izgalmas, és ez nem egy irányított dolog, de ilyen érdekességek néha ki tudnak alakulni. Igen, tehát az az egyik legfőbb eleme, meg a legizgalmasabb rész ezekben a munkákban számomra, hogy beengedem a szoborba végül is a fényt. És ezáltal, hogy a fény telíti, ez a fény meg már a legalkalmasabb eszköz arra, hogy bármilyen plusz információt bele tudjunk tenni. Tehát az, ahogy ilyen transzparenssé válik, át is látunk rajta, és nyitottá válik, ezáltal úgy fel tud könnyülni ez a figura, és annyira el tudja vinni akár a szellemiség vagy a lelki oldalára, ami számomra egy nagyon-nagyon szimpatikus hatás. Nagyon fontos, hogyha jön egy kiállítás látogató, akkor alapvetően tudja kódolni azt, vagy eljusson hozzá az információ, amit végülis az egész kiállítás itt a testerek megpróbál megfogalmazni. Ugye, hogy túl tudjunk mutatni a testiségünkön, és azokra a belső értékekre, és azokra ami jelenleg se a média által, se a politika által nincs előtérbe helyezve, és igazából ettől vagyunk emberek, és ezek a legfontosabbak, hogy foglalkozzunk az értékeinkkel, a szellemünkkel és a lelkünkkel is, és erre minél több helyen és fórumon szerintem föl kell hívni az emberek figyelmét. És ez a szobor is, ahogy így kapcsolatba lépünk a munkákkal, elkezdjük körbejárni, egy hiányérzetünknek kell, hogy legyen. És azt végül is mindig a látogató fogja azt a teret, amit a szobor kivág a térből, és belül megjelenik egy rész, azt neki kell betöltenie. És ezzel zárja végül is a műalkotásnak tehát ő fogja a műalkotásomat befejezni. És ez egy fontos rész számomra, hogy azt viszont el tudja vinni magával, azzal ő esetleg egy többletet tud kapni.